Csalamárdé, Jopi Popi, Hali, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és tudom, hogy nagy csalódás, hogy végre zsíros motovlogot készített, és mi ez a szarképbei beállítás, zsíros, csinálj magaddal valamit. Elmondom először is, hogy mi történt, miért ilyen a kép, amilyen, és aztán beleugrunk a mai témába. Nos, a helyzet az volt, hogy gondoltam, hogy készítettem már pár motovlogot, csak nem voltam velük megelégedve, és nem töltöttem fel őket, mivel hogy a kamera egy picit mindig balra áll, mivel hogy a GoPro-n, ahol van a GoPro-nak a tartó része, a felfogató része, attól igazándiból balra esik a lencse, tehát az objektív a GoPro-n, és így aztán tudom, hogy nem sok, de picit fura, hogy nem középen van a kép, tehát mindig a baloldali kezemből sokkal többet látni, mint a jobb oldaliból, stb. Gondoltam, hogy összehozom valahogy, és különböző toldás-foldásokkal, ugye a GoPro-nak vannak ezek a hosszabbítói, ami felraksz rá egyet, és akkor jobbra-balra tudod fel tekergetni, és hát így jött ki, hogy annyira meghosszabbítottam a GoPro-t lefelé, hogy egész a mellkasomnál van most, és így hát így jártatok. Aztán emellett, ami nekem nagyon nem tetszett az előző motovlogjaimban, hogy ugye ahogy beszélek a hang, ehhez van beállítva, ezt egy külön felvevővel veszem fel ugye a hangot, és a saját hangomhoz állítom be a felvevőkészüléket, és a motornak a hangja már szinte nem is hallatszik. Tehát gondoltam, hogy és a GoPro-nak a mikrofonját abszolút nem szoktam ugye használni, úgyhogy gondoltam, hogy bedugok egy mikrofont, és azt láthatjátok most így a szélvédőnél, hogyha ott kifigyelitek azt a kis pamacsossat. Azaz. Tehát ott széltől védve van, és így aztán kapni fogunk egy gyönyörű, szép motorhangot, remélem én, vagyis hát már kipróbáltam párszor, úgyhogy én meg tudom, hogy kapni fogjuk ezt a szép hangot. Na, tehát egyelőre így jártunk, úgyhogy megint össze kell majd varázsolnom valahogy, hogy egy picit följebb hozzam. Középen már nagyjából középen van, ez nekem nagyon tetszik, csak hát a táj helyett a motor van félig a képben, na de mindegy. Oké, a mai téma pedig az elektromos autókról szeretnék beszélni, elektromos motorok, elektromos rollerek, elektromos édesanyám, meg minden elektromos lett a mai világban, vagyis hát most haladunk arrafelé, és ezeknek a hátrányait, tehát azt tudjuk ugye, hogy az elektromos autók, motorok ugye internetes összeköttetésben vannak. Kettő. Ez szerintem nagyon-nagyon veszélyes lehet ránk nézve, és AI-jal vannak összeköttetésben, tehát mindent az autó igazándiból el fog tudni végezni, amire parancsot kap, úgymond, vagy be van programozva. Hogyha arra van beprogramozva, hogy ne nyíljanak ki az ajtók, ilyen-olyan esetekben, akkor nem fognak kinyílni az ajtók, hiába rángatod. Ha arra van beprogramozva, hogy mit tudom én, Sanyika, akkor az lesz. Na mondom, hogy mi a veszélye. Egyik az, hogy a saját szabadságunkból igazándiból fogunk veszteni. Nem tudom én ezt, hogy most úgy fogják összehozni ezentúl az autókat, hogy abszolút mi nem tudjuk vezetni, és akkor még jobban félnünk kell az autóban, vagy pedig azért tudjuk vezetni, és át tudjuk kapcsolni automatikusra, hogyha nem akarunk vezetni. De ennek ellenére teljesen mindegy, hogy melyik, hogyha például az lesz az utóbbi, hogy mi is tudunk vezetni, akkor szerintem nem lesz már olyan, hogy menekülni a rendőrök elől, vagy nem megállni, vagy akármi. Tuti biztos vagyok benne, hogy össze fogják hangolni a rendőrautókkal, és a rendőr igazándiból megnyom egy gombot, és átveszi az irányítást az autót felett, tehát hiába nyomod a gázt, nem fog reagálni, tehát ugyanaz, mint amikor te átkapcsolod automatába. Csak itt igazándiból nem, de ja, annyi, hogy átkapcsolja automatába, de egy ilyen vészleállító, egy félreállít. Ő félreállít, tehát nem kell, hogy félreálljál. Ez az egyik. A másik, hogy be tudják programozni az autókat arra, hogy különböző területekre még véletlenül sem menjen be. Tehát ez egy ilyen, nem is tudom, szabadságkorlátozásnak lehetne nevezni. Na jó, most is így is ez van, tehát például olyan területekre ki van írva, hogy ugye nem mehetsz be, akkor nem mehetsz be, de így viszont abszolút tudja, hogy nem fogsz tudni bemenni, ez a másik. A harmadik, ami a félelmetes nekem, tehát ez az, ami bennem legalábbis kicsit aggályokat kelt,
hogy ugye tudjuk, hogy vannak hackerek, és hogyha, nem tudom, hogyha valaki meg tudja hackelni ugye az internetet, akkor hozzáférést tud kapni, de hát hackerek hozzá tudnak férni bankszámlákhoz, hozzá tudnak férni FBI adatokhoz, hozzá tudnak férni nagyon sok mindenhez, ami az interneten fent van ugyebár. És ha az autók internettel összeköttetésben lesznek, már pedig lesznek, akkor viszont az is egy elképzelhető variáció, hogy akár még, nem tudom én, egy ilyen tömeggyilkosságot is létre lehet hozni, mert beprogramoznak, nem tudom én, 1 millió autót, hogy kezdjenek el full max sebességgel menni, és ja, csak annyi. Tehát még az se kell, hogy mit csináljanak, csak a sebességet belövik fullra, és majd addig megy az autó, amíg teliben nem ver valamit, vagy a szembe jövő autót, vagy akármit, tehát kiiktatják az érzékelőket, mert normális ugye, esetben ugye vannak benne érzékelők, tehát hogy ne ütközzön semmivel, stb. Kiiktatják az összes érzékelőt, és full speed, tehát max gázt ráadnak a kocsikra, aztán utcu neki aranyapám, ha túlélet, túlélet, tehát ezzel még akár egy ilyen egész, nem tudom én, nemzeteket is ki lehet írtani, úgymond. Tehát ez azért szerintem elég veszélyes. Vagy pedig hát, ha beprogramozzák, hogy az összes kocsi menjen bele a Dunába. Hoppá, Rivizli, mit csináltál, ember? Tehát nem tudom, én legalábbis egy picit, nem is az, hogy félek, de igen, de ettől egy picit azért úgy félek, hogy átadni az irányítást, nem is az autónak, még egyszer mondom, hanem ez lehekkelhető, tehát és ha megtörténik egy ilyen eset, akkor viszont már túl késő. Tehát ilyen 100%-ban úgy, hogy ténylegesen internetről irányíthatóak legyenek ezek az autók, az szerintem, nem tudom, egy picit veszélyes. Aztán fene se tudja, hogy ez most így lesz, vagy úgy lesz, de gondolom én, tehát hogyha össze akarják kötni az AI-jal, akkor gondolom, hogy össze fogják kötni az internettel, mert máskülönben, hogy a francba tudna a kocsi elmenni valahova, tehát ott van neked ugye a navigáció, és a navigáció össze van kötve ugye a műholdakkal, és így tud navigálni, és bepötyögtetett, hogy mi, az pedig leadja a jelet, hogy hova szeretnél menni. Tehát ugyanígy le lehet hackkelni ezt az egészet. Tehát mintha leadtad volna te a jelet a kocsinak, hogy a Dunának menjen például. Nem tudom, hogy ennek így... Nem vagyok egy ilyen nagy, nem is tudom, internetes nagy zseni, de... Az is lehet, hogy teljesen hülyeség az egész, és ez elképzelhetetlen lesz, de fene se tudja, tehát szerintem ez elképzelhető lesz, hogy úgy hozzák össze, hogy kívülről is irányítható legyen a kocsi például, nem tudom én, de ezt csak úgy tudják összehozni, mert ha magától vezet a kocsi, akkor például, hogyha jön egy szirénázó mentőautó, akkor hogy a francba fog félrehúzódni, ha nem lenne összeköttetésve a szirénázó mentőautóval is. Nekünk is, már most is össze van kötve egyébként az autónk ezzel, tehát jelez. Egyelőre nem húzódik félre magától, nekem kell félreállnom, de kijelzi a képernyőn, hogy hello Sanya, jön egy mentőautó, és még mielőtt én látnám, már jelzi. Tehát összeköttetésben vagyunk már. És elektromos autóknál meg szerintem ez még magasabb szinten lesz ez az összeköttetés, főleg önvezető autóknál, és hát még egyszer mondom, ez szerintem csak egy ilyen para, hogyha meghekkelhetőek lesznek ezek az autók, akkor én azt mondom, hogy hát én nem még azán szeretnék beleülni. Tehát jobb szeretem, hogyha az irányítás a saját kezemben van 100%-ig, és nem áll fent a veszélye, még 0,2%-a sem annak, hogy valaki más átveheti az irányítást az autón felett, és teljesen mindegy, hogy jó szándékkal vagy rosszal. Az én kezemben legyen a kormány, és az én lábam tapossa a gázpedált, akkor vagyok nyugodtan, úgymond. De én még azt oké, aláírom, tehát egy ilyen kis-kis segítségek biztos jók, de én nem tudom, ezek a dolgok visznek a halálba minket, tehát a kényelem, a csúj de jó, stb. Itt vannak például a vezeték nélküli fülhallgatók, ami nekem is van. Nagyon-nagyon keveset használom egyébként, amióta a tudtában vagyok, mert egyszerűen
ezek a dolgok nem úgy működnek, hogy amikor veszel egy ilyen kis fülhallgatót, és akkor elmagyarázzák neked, mint a cigarettánál például, hogy hát ebbe beledögölhetsz, kisbarátom, hogyha szívod, de hát a te döntésed, hanem ez nem szólnak róla igazándiból semmit, és akkor utána megvetted, használgatod, és akkor az interneten találsz rá olyan információkra, hogy hát ezek a rádió hullámok igazándiból, ahogy működnek ezek a fülhallgatók, mivel vezeték nélküli, közvetlen berakod a füledhez, ugye, a nagyon-nagyon közel az agyadhoz, és ez rohadtul káros az agyadnak. Ha mondom, mi? Csoda! Nem is gondoltam ilyenre, és igen, tehát ezek a kényelmes, ja, én mondom, hogy hú, de jó, akkor inkább visszaállok, inkább a vezető, de jó a vezeték. Tehát ezek ilyenek ezek a dolgok, hogy nagyon sok esetben azt se tudjuk meg, a veszélyeit sem tudjuk átgondolni, csak amikor már megtörtént a kár eset is. Például egy ilyen dolognál, és ugyanez most kezdik el taglalni, hogy állítólag az Apple is kiadott egy ilyen figyelmeztetést, hogy hát azért úgy annyira, hogy ne töltsd a telefonodat közvetlen az ágyad mellett, amikor alszol. De hát rengetegen ugye használják ébresztőórának is, stb. Úgy de jókor szólnak. Hány éve árulják már ezeket a telefonokat? Meg se tudom számolni. De jó, de gyorsan szóltak az embereknek, hogy rá fognak cseszni, úgymond. Tehát ezek ilyenek, ezek a dolgok. Tehát akkor most felteszem a kérdést. Hát ez, hogyha így sugároz, akkor ez nem csak alvásnál, hanem egész nap ott van a zsebedben például, és ja, akkor mi van? Tehát ezek mind olyan dolgok, amikről már csak akkor tudunk, amikor túl késő. Ez olyan, mint a műanyag. Nézzél körül a lakásodba. Egyszerűen olyan szinten műanyagon élünk, hogy megrémülsz, amikor elkezdesz valójában ráébredni, hogy mennyire műanyagon élünk. És hogy ez mennyire káros, senki nem tudja. Most kezdik pödzögetni egy picit, hogy mikroplasztik, meg ilyenek. Nem. Még felénél se tartunk annak, hogy mi a valójában a káros oka. Tehát itt már egy picit át kéne, hogy csúszak a spirituális oldalába a dolgoknak, mert valóban arról van szó. És különböző, mindennek különböző rezgése van, különböző frekvenciája úgymond, és a műanyagnak van egy olyan frekvenciája, ami számunkra eléggé szar, hogy úgy mondjam. És akkor gondolj bele, amikor betakarózol például a műanyag, nem is tudom, takaróddal. Vagy gondolj ebbe bele, amikor felveszed a műanyag ruháidat, mert majdnem, hogy minden ruhánk most már nagyon kevés az a ruha, ami 100% ugye természetes anyagokból készült. A természetes anyagú ruháknak ugyanolyan frekvencián rezegnek, mint mi. Tehát azok nagyon jók, sőt, vannak olyan anyagok, amik sokkal magasabb frekvencián rezegnek, mint mi. És így aztán már kezdhetjük megérteni, hogy miért vagyunk olyan rohadt fáradtak, már miután felébredsz, és olyan rohadt fáradt vagy, hogy azt se tudod, hogy mitől. Biztos a tegnapi naptól, vagy mit tudom én. Mindenki aszalt, mindenki fáradt, teljesen mindegy, hogy mennyit pihentél, vagy mennyit nem. Hogyha olyan dolgok vesznek körbe, amik egyszerűen csak lefárasszák, lemerítik az energiádat, így jártunk. Tehát... És akkor igen, ott van mellett igen a mikroplasztik, meg ilyenek, és fogalmunk nincs egyelőre a hatásáról, mert ja, hosszabb távon még, ja, majd biztos most kezd ki mutatkozni ez az amaz, rákos megbetegedések, mit tudom én, de hát azt azért észre kell vennünk, hogy olyan szinten rá vagyunk függve igazándiból a műanyagokra, hogy minden, egyszerűen nézzél, fel se kell, hogy álljál. Hogyha most a buszon vagy, akkor ott is. Tök mindegy, ha az irodában. Nézzél csak körbe. Nézz körbe. De úgy szemléld meg a dolgokat teljesen. Hogy mi az, ami nem műanyag igazándiból. Az a furcsa, ami nem műanyag. Nagyon kevés olyan cumó van igazándiból. És ezt erre nem gondoltunk. Ezt senki nem mondta el. Tehát igazándiból mi csecsemők vagyunk, itt kezdődik szerintem a probléma, tehát mi csecsemők vagyunk így a tudás szintjén, úgymond, mert például egy kőműves ezt
nem tanultam meg, tehát ezért, és akik ezeket a dolgokat gyártják és készítik, ők tanulták, ők tudják, hogy miről van szó, de ők viszont nem szólnak nekünk, tehát ki lenne az a hülye, aki megvenné, tehát hogyha a műanyagnak a készítése során az elején, amikor elkezdték kidobálni a műanyag cuccokat, akkor felhívták volna a figyelmet, hogy hát ebből majd egy kicsit úgy, ja, ezekből a műanyag cumokból annyira azért sok vizet ne igyel, mert megrákosodott, vagy nem is tudom, vagy a műanyag ruhákat se annyira kéne hordani, mert leszívják az energiádat. Hát ki lenne az a hülye, aki megvenné ezeket akkor? Tehát ez nem így szokott kinézni. Hanem már elárasztották a földet ezzel, és most kezdenek el úgy, nem is tudom, és még mindig nem ők, akik gyártják, hanem különböző, nem is tudom, kutatók, akik elkezdtek foglalkozni a kérdéssel, most kezdik pedzegetni, hogy hát húj, de nagy szarba vagyunk. Tehát a fogkefétől kezdve, én is, nekem is, tehát mondhatnám azt is, hogy a fogkefémtől kezdve minden fésű, minden hajszárító, itt van előttem például a motoron, nézd meg, hogy mennyi műanyag van a motoron. Egyszerűen minden. A házakat is félig műanyagból készítik. Minden műanyag. Tehát olyan szintű műanyag van már, mert ez csak így jártunk. Nem tudom, és ebből már én nem is látok kiutat. Tehát mondj valamit, ami helyettesíteni tudná a műanyagot. Tehát itt egy ilyen kérdés van, de régebben én hallottam arról egyébként, hogy a kottonból készítettek olyan anyagot, ami sokkal erősebb, sokkal rugalmasabb, sokkal jobban formázható, mint a műanyag, csak hát az valahogy nem tudom, én eltűnt. Mert a műanyag gondolom, hogy olcsóbb, meg hát olcsóbb előállítani, tehát ez már csak így van, és nem tudom, nagyon, nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez a kényelmesség, ez nagyon rossz irányba visz minket, de ez mindig így van egyébként, és nem is tudom, talán azt is mondhatnám, hogy feltett kézzel megyünk bele a saját vesztünkbe, mert mindig az van, hogy kidobnak valamit, és nézd meg, milyen jó lesz ez most neked. És senki nem tesz fel egyetlen egy rohadt kérdés sem, hanem csak, tényleg milyen jó nekünk, és mint hogyha nem is tudom, hogyha mint agymosás menne, vagy én nem tudom. Mindenki csak így beszívja magába azt az információt, amit leosztottak, és annyi. Nincs kérdés, hogy és mi van akkor, ha Sanya válaszolj erre? Ilyen nincsen. Hanem csak az van, hogy amit ők elmondtak, és megértetted, kisfiam? Igen, nagyon jó. Hát akkor ott van, vásároljatok be belőle, és utcu neki. Tehát nem tudom, mint a birkák így nyájba, így és így nagyjából így ennyit látok, tehát nagyon-nagyon furcsa ez így, nem tudom, nem panaszkodni szeretnék, de ja, most így ezt gondoltam így az elektromos autókról, csak térjünk egy picit vissza így a témához, hogy nekem így ezek lennének a kérdéseim, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, és hát a fene se tudja meg, hát most az is ott van ugyebár, hogy mondják, hogy védjük meg a környezetet, stb., mennek a nagy sztrájkok, a benzines járművek ellen, stb. Most akkor fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy elemeket gyártani, aksikat gyártani, az környezetbarátabb-e, mint a benzint égetni. De hát ezt a kérdést sem sokan teszik fel. Én úgy látom. Tehát ez nagyon-nagyon furcsa. Csúj! Na mindegy, lényegében ennyit szerettem volna leközölni. Remélem, hogy tetszett a vidinyó, a kis, nem is tudom, a képcsúszás, vagy nem, ez képcsúszásnak lehetne nevezni? A képszög, vagy a kamera pozíció, inkább így tudom mondani. Hogy a következő videóig majd kitalálom, hogy hogyan tudom egy picit feljebb hozni, úgyhogy középen maradjon, aztán akkor remélem, hogy már jóba leszünk. Na mindegy. Ma így ennyi jutott nekünk, és köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljátok, meg írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek ezzel kapcsolatban, hogy most kell félnem ettől, vagy nem. Sziasztok!